stúdiónk vendége egy nem mindennapi művésznő, előadó művésznő. Panzaris Dina. Gyönyörű neve van. Köszönöm. Mai adásunkban beszélni fogunk a Zsidó Kulturális Fesztiválról, amit hamarosan Budapesten rendeznek meg. Miben fog fellépni, milyen műsor keretében? Ez egy számomra is nagyon újfajta egyveleg lesz, hiszen Klein Judit, Bíró Eszter, Falusi Marian és jó magam egy olyan kis csapatot fogunk alkotni, ami korábban soha nem valósult még meg, és nem csak Szefárd zenét fogunk játszani, bár ez a címe, hogy Szefárd dívák éjszakája, de mindenki beleviszi a saját stílusát, egyéniségét, és olyan kiváló zenészek fognak minket kísérni, mint Lam Dávid gitárművész, illetve Szokolai Dongó Balázs furuja művész, és Dés András az ütőhangszeres, és Hámori Máté egy másik kiváló gitárművész. Hogy jutott ön ehhez a témához, ehhez a műfajhoz? A Szefárd zsidó zenéhez? Igen. Igazából minden szál ehhez vezetett. Mert gyerekkoromtól fogva zsidó közegben nőttem fel, és ebben szocializálódtam, és nagyon érdekelt a tradicionális zsidó zene, és egyre mélyebbre ástam ebben, míg végül elértem az ősi Szefárd dalokhoz, és ebben bontakoztam ki leginkább. És ezeket a dalokat ladinul énekli? Főleg, igen, főként igen, ladinul nyelven, de persze héberül is. Mik a kedvenc számai? Fő, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert a koncerteken is mindig elviccelem ezt, hogy és az új, ez az új, újabb kedvencem, és ez is a kedvencem, és az is a kedvencem. Tehát mindig egy újabb kedvencem van. Nagyon sok kedvencem van. Adió Keride az egy örök kedvenc, az egy ismertebb hát dal. A Dáviddal a legtöbb esetben, amikor dúózunk, ezzel szoktunk kezdeni. Milyen neurotikus, szerelmes típusú emberek vagyunk. Én a szerelmes dalokat szeretem a legjobban. Tehát akkor tulajdonképpen ön egy ilyen közel-keleti rózsaszál, és vonzódik ezekhez a zsidó romantikus ladino-szefárd dalokhoz. Fogjuk rá, igen. Hát, hogy fogadja ezt a közönség? Mert mondjuk egy zsidó ember, egy askenáz zsidó, mert ugye általában az európai zsidók, azok askenáz zsidók, azok inkább a jidis dallamokat, a templomi zenét szeretik, meg nagyon jó népzene is van, de az igazán keleti ladinók, azt hogy fogadja az askenáz közönség mondjuk Budapesten? Trükközünk. Kicselezzük a közönséget. Belecsempészjük a szefárd zenét a nem szefárd közegbe, és ezáltal annyit fog fel a közönség, hogy de jó, de érdekes, de szép, senkinek fogalma sincs róla, hogy mi az. Például van egy jazz estünk Lam Dáviddal, és minden harmadik jazz standard után eljátszunk egy ladino dalt, és annyit érzékel a közönség, hogy ez valami hű, valami érdekes. Valami Lam Dávid énekel is? Szokott, igen. És most a divák nál besegít, vagy ő ragaszkodni fog csak? Nem, ő most csak a hangszeréhez fog. A műsoron mit fog énekelni? Tudja-e már, vagy ezt majd az utolsó pillanatban döntik? Ez legyen egyelőre még titkos, ami biztos, hogy az Adió Keride az lesz. Ez ragaszkodom. Egyébként pedig többször teljes felállással felléptünk nem zsidó közönségnek szefárd dalokkal, és én nekem az volt a tapasztalatom, hogyha nincs kihangsúlyozva, hogy ez zsidó zene, akkor ez senkit nem zavar. Tehát egész egyszerűen túl kell lépnünk a saját koncepcióinkon és az ezzel kapcsolatos korlátainkon, hogy akkor most ez vagy az, tehát nem rakjuk dobozba a zenét, hanem megmutatjuk a hát igen, a zene mindenki. Igen. Magyaroké, magyar zsidóké, askenázoké. Az előbb azt mondotta, hogy zsidó környezetben szocializálódott, akkor most bontsuk ezt ki. Zsidó iskolába járt? Igen, igen. Három zsidó iskolát is elfogyasztottam. Ez kiváló. És egyébként... Melyek voltak azok? Most akkor ez nem a reklám helye. Akkor térképezzük föl a zsidó oktatást a magyar igen. fővárosban. De Veselényi utcai iskolában kezdtem, aztán a Lauderben folytattam, és végül a Sejberben fejeztem be a pályafutást. De akkor még mindig hiányzik a felsőoktatás, akkor mikor iratkozik be az Orzséba? Beiratkoznék, ha lehetne a nőknek kántorszakon tanulni, de nem lehet, úgyhogy sajnos nem. Mert amúgy engem a zsidó szakrális zene nagyon-nagyon vonz és érdekel, csak sajnos Magyarországon még erre nincsen
igény lenne, csak lehetőség nincs még arra, hogy továbbképezze magát valaki. Hát tulajdonképpen továbbképezni lehet. Tehát én például el tudok képzelni egy koncepciót, hogy az Orzséra, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemre beiratkozik mondjuk tanárszakra, liturgia szakra, és akkor ott megtanulja, és akkor végül lesz önből egy zsidó hittantanár, aki nőből van természetesen, és majd a gyerekeket megtanítja a dallamokra, erre volt már példa. De kántornak, hát tudja, ez úgy van, hogy az örökkévaló teremtette a földet. Ezzel foglalkozott 6 napot, majd a 7. napon megpihent. És sajnos még a neológiában sem számítják be a nőket a minyenbe. Tehát ahhoz, hogy együtt tudjanak imádkozni, ahhoz 10 férfi kell. De Amerikában, például Németországban, sőt Németországban akár rabbi jelöltnek is elmehetne, hisz ott már ezt megengedik. Isten ments, ezzel nem azt akarom mondani, hogy külföldön folytassa tanulmányait. Térjünk vissza, és a zsidó liturgiai zene az ilyen komolyan érdekli? Nagyon, igen, nagyon érdekel, és persze magánszorgalomból tanulom a különböző szakrális énekeket, a második lemezünkön több ilyen dal is szerepel, de természetes, hogy nem egy kántor. A zsidó liturgiából melyik a kedvenc imája, amit énekelni szokott, vagy ami a lemezen szerepel? Ami számomra nagyon-nagyon kedves, több ilyen is van, de a Hamavdil az egy kis gyöngyszem. Ennek van egy ladino verziója, és ezt szoktuk közösen játszani a koncerten a kollégákkal, és a videoklipet is csináltunk belőle, mert ez nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. A másik ilyen, ami fantasztikus, ez a Kolberuei Mála. Ez is egy szakrális liturgikus ének, szintén ladino, török nyelvterületről vagy közegből emeltük ki ezt a kis dalt, és ez egy páratlan ritmusú török dal. Kollégáim azt mondták nekem, hogy ön már művésznek született. Ezt most megnézzük. Amikor ezt a felvételt készítjük, 2 óra van, tehát már régen beénekelte magát Hamavdilból, hogyha egy pirinyó étvággerjesztőt adna nekünk. Ott a vizecskéje. Köszönöm, hogy már kezdtem is volna. Amadillo ben kodesh lechak hatotenu Huim choko zarinu veaspinu Yerbe kachol kekuchavim balayla Lichavot yemdat levavi Hikiliyahu hanavi Lichavot yemdat levavi Hikiliyahu Kedves közönségünk, Hamavdil ben kódes lehol, az, aki különbséget tesz az ünnepek és a hétköznapok között. Tudják, ahhoz, hogy kimenjen a szombat, ahhoz föl kell, hogy jöjjenek a csillagok. Erről énekelt a mi művésznőnk. Mi az, ami még ennyire kedvence, mert ezt lehetett látni az arcán és érezni a hangján, hogy ebbe annyira otthon van, hogy éjjel 12-kor a fölébresztik, lehet, hogy akkor még a művészek nem mennek aludni, behunyt szemmel el tudja, még egyet kérünk, az étvágy megjött. Jó, ez most olyan váratlanul ért, igazából bármelyiket szívesen elénekelném, de melyiket énekeljem el? Akkor legalább egy irányt adjon, hogy szerelmes. Valamit a Sömával kapcsolatban. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy pont ezt említi, mert Tolvaj Ferenc felkért minket Lam Dáviddal, hogy a Szefár Zsidó vonatkozású könyvéhez muzsikáljunk a könyvbemutatókon, és ott kifejezetten mindig a Smával kezdtem el a kis mini koncertünket, de ez egy nagyon improvizatív, teljesen saját kis szerzemény. De ebből hallgatóink és nézőink megtudhatják az ön lelkületét, hisz akkor, amikor a Sömát fogja most énekelni, akkor mi érezzük, hogy hol is tart ön ezzel. Jó, rendben. Ez soha nem szoktuk játszani a koncerteken, mert ugye ez egy nagyon specifikus valami. Én már látom, hogy a szemei csillognak, vagy nagyon jó a világításunk, akkor halljuk.
Oké. Shema Yisrael, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Elérzékenyültem. Behunytam a szememet, és azt hittem, hogy a messzi távoli siratófalnál vagyok, és ott hallatszanak föl ezek a dallamok, meg naponta többször, amikor az ember imádkozik. Amikor erre az interjúra készültem, azt hittem, hogy egy vendégem lesz egy pesti fruska, aki majd belibben, és majd és ilyen, és ilyen táncdalokat fog énekelni, és lámlám most az interjú alatt kiderül, hogy lehet, hogy már be se kéne iratkozzon a Zorzséra, hisz ezzel a tudással, ami van, hogyha egy reformhitközséget vezetnék, azonnal föl is venném kántornak. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, még annyit mondja meg nekem, hogy hol és mikor hallhatjuk magát, mind a dívák egyikét. Szeptember 6-án fogunk fellépni a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Hát akkor tulajdonképpen álmai valóra válnak, mert egy zsinagógában fog énekelni. Számos alkalommal énekeltem zsinagógában, csak azért egész más egy koncert, és más az, amikor kifejezetten szakrális vonatkozásban jelenik meg az ember. Újságírói vénám azt kérdezik belülről, hogy muszáj, hogy megkérdezzem, szokott imádkozni is, mert ez úgy énekelte, mintha nem csak énekelte volna, hanem mintha a sömát imádkozta volna. Minden nap szoktam, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meglátogatott minket. Sok-sok sikert a koncertre, és visszavárjuk. Az elmúlt percekben a Zsidó Kulturális Fesztivál, ami hamarosan megrendezésre kerül a magyar fővárosban, és természetesen Miskolcon, Szegeden, Debrecenben és az ország szinte minden pontján lesznek fellépések. Budapesten a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában láthatják, hallhatják majd a dívákat. A dívák egyike volt itt. Köszönöm, hogy minket választottak, a viszontlátásra, tartsanak továbbra is velünk.